No hát ahhoz, hogy a feltelepített BBQ rendszerünk szépen beszéljen magyarul, ahhoz kell egy olyan opciót beállítanunk, hogy export long huhu UTF-8, és utána egy DPKG reconfigure reconfigure lotales, tehát egy ilyen ugye ez a lokális csomag, amit feltelepítünk, az tartalmazza gyakorlatilag a magyar nyelvű fájlokat, az ehhez szükséges beállításokat. És ahogy ez elindul, ugye itt ki tudjuk választani. Itt a H betűt megnyomjuk, akkor egyből odaugrik, és utána egy kicsit kell menni lefele, akkor itt megtaláljuk. Itt szóközzel tudjuk bejelölni, hogy melyik nyelvet szeretnénk még hozzáadni, melyik beállítást, és itt az OK gombot, ha lenyomjuk, utána huhu UTF-8-at kiválasztjuk, akkor szépen be fogja nekünk állítani a DPKG program a magyar nyelvet. Na most, hogyha ezzel megvagyunk, nyilván van egy olyan parancs, hogy apt-get install, ugye ezzel tudunk telepíteni, és lokális, ez lesz a csomag, amit fel kell rakjunk. Hogyha ez megvan, akkor utána tudjuk ezzel a programmal ugye bekonfigurálni gyakorlatilag. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor van egy olyan feladatunk még, ugye akkor szeretnénk, hogy a billentyűzetünk is az legyen. Akkor beírjuk azt, hogy keyboard configuration. Ezt nem kell végig begépelni, K-E, és utána a tabot megnyomjuk, kiegészíti egyből, hogy mit akarunk konfigurálni. Itt ki tudjuk választani azt, hogy nekünk milyen billentyűzetünk van, mondjuk egy általános 105 gombos magyar kuverti billentyűzet. Hát itt van mindenféle egyébként, ki tudjuk jelölni. Tehát magyar kuverti billentyűzet, alapértelmezés, nekem nyilván itt lehet válogatni, állítgatni bátran, és nekem nem lesz kombináció, csak az az egy, hogy a Ctrl-Alt-Backspace-szel én bezárom az X kiszolgálót, tehát nekem ez kell. Jó. Update RCD. Na mindegy, azért van egy ilyenünk, hogy etc per init d per keyboard setup. Jó, és akkor, hogyha ezt újraindítottuk, akkor ugye még a konzolunkat kell beállítani. Az pedig dpkg reconfigure és konzol setup. UTF-8. Hát lehet választani, aztán bőven van, aki a latin 2-re esküszik például. Nekem jó ez az optimális karakterkészlet kitalálása. Innen pedig én egy fixedet fogok választani, ez a 8x16, hát nem tudom, 8x16 megfelel nekem bőven. Jó, és hogyha ezek után megnézzük, akkor szépen hozza. Ugye azt szokták mondani, hogy beírjuk, hogy ár víz. Árvíz tűrő tükör fúrógép, akkor jó a billentyűzetünk. Most úgy látszik, hogy nekem talán nem is tökéletes. Úgyhogy még egyszer megyünk, és még egyszer beállítjuk a billentyűzetet. Lehet, hogy csak szabványosra. És újraindítjuk a billentyűzetet. Most pedig megvan az im. Tehát akkor kezdhetjük előről. Árvíz tűrő tükör fúró gép. Parancs nem található, viszont magyar. És hát gyakorlatilag ennyi akkor.